Jó reggelt kívánunk minden süsfelnap hallgatónak, a mikrofonnál Denke Dani és Bredák Szandi, és ahogy már a Facebook oldalunkon is hát ígértük nektek, ma igazán sportos reggelünk lesz. Hát nem is véletlen, hiszen hétvégén lesz, szeptember 23-án a Városi Sportnap Szigetszent Miklóson. Elképesztően sok sport lehetőség lesz, illetve hát mindenféle sport bemutatja majd ott magát. Tulajdonképpen ez valahol egy sportág választónak is felfogható. És hát az egyik nagyon felkeltette a mi érdeklődésünket Danival, ez nem más, mint a tini torna, illetve hát ennek egy másik része a mozgásszervi állapot felmérés és tanácsadás, méghozzá a Szigetszent Miklósi Maitra Egészség stúdió jóvoltából, és hát nem véletlen, hogy ezt konferálom fel, mert hogy itt ül velünk élőben Berta Beatrix mozgásterapeuta, a Maitra Bel Egészséges Mozgás Sziget Sport Egyesület vezetője, elnöke. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Na hát ugye két dologról is beszélünk, illetve pontosabban háromról, mert tini torna, mozgásszervi állapot felmérés és ráadásul még tanácsadás is. Hát kezdjük akkor azzal, ami nagy betűvel van írva a plakáton, tini torna. Na mit kell erről tudni, kiknek szól, hány éves korú gyerekeknek, és mi fog ott történni? Gondolom lesz egy bemutató, ugye? Igen, lesz majd egy bemutatónk, ennek az pontos időpontját még nem mondták el a szervezők, de egy 20 perces bemutatót tarthatunk majd fönt a mi kis sátrunknál körbe a füves részen, ott a játszótér előtti területen. Ott lesznek az egészségért mozgók gyülekezete, mert lent lesznek a versenysportolók, nagy színpadosok, és akkor mi pedig az egészségesek fent leszünk majd a karzaton, hogy így mondjam. A tini torna nálunk 10-től 18 éves korig van a stúdióban. Természetesen két részre bontjuk a srácokat. 10-től 14-ig vannak a kicsik, úgymond, és 14-től 18-ig vannak a nagy tinieink. Ugye a tinédzser korosztály nagyon jellemző sajátossága az alapvető tartásbeli problémákból. Hát ülnek ugye az iskolapadban, nem? Szegények, igen. És gyakorlatilag mi ugyan 10 évtől fölfelé foglalkozunk velük, de ahogy ők első osztályban beülnek az óvodából az iskolapadba, ott már gyakorlatilag elindul a gerincük olyan irányú terhelése, amire nem biztos, hogy fel vannak készítve, és ennek nyomán, mire elérik ezt a 11-2-3-4-5 éves kort, addigra súlyosabb problémáik, panaszaik is vannak belül, fejfájás, hányinger, azon felül, hogy nem túl szépen néznek ki, és szüleik gyakorta a hátba veregetik őket, de ez a legkevesebb problémájuk. Fú, egyébként engem sokkal az, hogy már ilyen fiatalon esetleg ilyen problémák előkerülhetnek, illetve hát nyilván itt gondolom alapvetően fő cél a megelőzés, meg a prevenció, hogy később aztán ne alakuljon ki nagyobb probléma. De amúgy most az jutott eszembe, ahogy mondtad, hogy ugye ülnek a gyerekek, meg rossz testtartás, hogy most ez nyilván nem ehhez a témához kapcsolódik közvetlenül, de hogy az iskolatáska is ugye rettentően nehéz számukra, és tele van könyvekkel, és az sem segít a megfelelő tartásban, viszont én az utóbbi években felfedeztem azt, hogy vannak ilyen, mint a bőröndök, hogy így lehet húzni az iskolatáskát, és hát tudom, nekem még ez odébb van, de azért én úgy szoktam már ilyeneken gondolkodni, hogy majd az én kislányomnak is lehetőleg ilyen táskát fogok majd vásárolni. Mondjuk nem tudom, mennyire lesz menő vagy ciki, ez most nem tudom, hogy van, de látok ilyeneket, hogy tényleg, mint a bőröndöt csak húzdák, és akkor így nem kell cipelni, meg sokszor azt látom, hogy a szülő cipeli az egyik vállát, nyilván az a szülőnek sem jó. Ilyen szempontból te hogy látod, érdemesebb ezt a gurulós háti táskát választani? Hát amit a legérdemesebb, hogy jól fel kell készíteni a gyergőcöket arra, hogy elbírják a táskájukat, mert lehet, hogy egy darabig tudják húzgálni ezeket, és egyébként hasznos tud lenni, amikor egyik osztályból a másik osztályba közlekednek bent az iskolában, de ugye föl kell vinni a lépcsőn, le kell hozni a lépcsőn, be kell hozni az iskolába, ki kell vinni az iskolából, tehát oda már mindenféleképpen a tartóizmaik erejére van szükség. És hát ez nem fog másképp menni, csak azzal, hogyha sportolnak, erősödnek, tudják tartani a saját testüket, és akkor nem fog gondot okozni, hogy fel kell venni azt az iskolatáskát, vagy nem kell felvenni az iskolatáskát. Mert egyébként szerintem, Szandi, hidd el, már a másodikos korától kezdve úgyis az lesz a lényeg, hogy mi a trendi, és szerintem a húzós iskolatáska az ciki. Úgyhogy hát lehet, hogy én az az anyuka leszek, igen, aki szegény gyereknek nem engedem, hogy trendi legyen, mert én az egészségét fogom nézni, meglátjuk majd, hogy lesz.
lesz, vagy én húzom, igen, utána majd meglátjuk, hogy addigra kitalálnak valami olyan rendszert, hogy nem kell iskolatáskát vinni. Egyébként simán, és már most is mehetne, viszi a tabletet magával. Ja, egy darab tablettel megy, na, hát mondjuk annak se annyira örülnék. Egyébként a tinik sportolnak manapság? Na, ez egy nagyon-nagyon és jó és most nem az e-sportra gondolom. Így van. Sakkoznak. Itt van a lényege, itt a mi tini tornánknak. Köszönöm szépen a kérdést. Nagyon gyakran belefutunk abba, hogy szeretne sportolni, szeretne mozogni a tinédzser, de nem tud hová elmenni, mert nem versenyezni szeretne. Nem szeretne nemzetközi versenyeken szerepelni, nem szeretne olyan szintű hajtásba belekerülni, ami a versenysport jellemzője, és ilyenkor gyakorlatilag nálunk kötnek ki a srácok nagy örömmel, mert nálunk úgy lehetnek egyesületi tagok, hogy nem kell versenyezniük, sőt, nálunk egyáltalán semmilyen versenyeztetés nincsen. Szakszerűen foglalkozunk az ő problémáikkal, és olyan szép tiniket nevelünk, nagyon büszke vagyok rájuk, őszintén megmondom. Erősek, sportosak, okosak, tudják, hogy hogyan kell kezelni a fájdalmaikat, a problémáikat, súlyosabb gerincpanaszokkal is tudnak jönni hozzánk sportolni, hogy igen, van igényük erre, csak nem mindig találják a helyet szegények, hogy ezt hol tehetik meg. Na hát Szigetszent Miklóson ugye megtehetik, hiszen a Maitra Egészség stúdióban van a tini torna. Mi történik az órákon? Hogy kell ezt elképzelni? Kétszer van egy héten tini tornánk. Kedden és csütörtökön. A két korosztálynak ugye különböző időpontban van egy-egy órás foglalkozás. A keddi foglalkozáson a tinikkel SMR hengerelünk. Én azt gondolom, hogy ez a fogalom már nem ismeretlen ugye az általában sportoló emberek számára, vagy sérült rehabilitáción átesett emberek számára. Ez egy nagyon fontos eszköz. A mi tinieink 10 évtől 18-ig mindannyian teljes testet tökéletesen tudnak hengerelni, ezért mondom, hogy fájdalmaikkal, problémáikkal otthon önállóan is tudnak mit kezdeni, nem kell vezényszó hozzá nekik, mert megtanulják az órákon. Tehát a keddi foglalkozások SMR hengerezésről, az izmaik nyújtásáról és a statikus tartóizmok erősítéséről szólnak. A csütörtöki edzések, azok viszont szuflára mennek, ott erősödnek, mobilak lesznek, mobilan erősek, rugalmasan erősek lesznek, ott egy picit el szoktak fáradni. Általában aki rugalmatlan, az a keddi órára jön nehezebb szívvel, mert tudja, hogy itt-ott fájni fog. Aki viszont gyengécske és erősödnie kell, nekik a csütörtöki edzés szokott a keményebb lenni, viszont párban jár mindenki, nincs olyan, hogy én a keddet szeretem, és akkor kedden járok, vagy a csütörtököt szeretem, csütörtökön járok, mert hogy ők ezt pontosan tudják és megértették, mert megtanítottuk nekik, hogy mind a kettőre együtt van szükségük ahhoz, hogy erősek és fájdalommentesek legyenek. És közben egyébként, mivel Tini Torna, Chris Rudy korai dalai szólnak a háttérben, én ezt így tudom egyébként kinek mi a Tini kori dal vagy zene, nekik nem biztos, igen, nekem már Zoltán Erika volt nagyjából. Igen. Arra már ugye Ázáriát kell hallgatni egyébként. Igen. Ugye a Szigetszent Miklósi sportnapon ott lesztek, hát nyilván erről beszélgetünk, ez a fő témánk, a Tini Tornáról most beszélgettünk, de lesz mozgásszervi állapotfelmérés, illetve tanácsadás is. Ez is így a tiniknek fog majd szólni? Tehát náluk is már abszolút ez egy releváns kérdés, hogy fel kell mérni a mozgásszervi állapotfelmérés tekintetében, hogy milyen állapotban vannak. Mert ez számomra olyan érdekes tényleg, hogy már ilyen fiatalon el kell ezt kezdeni. Sajnálatos és döbbenetes az első olyan tapasztalatunk, amikor még 10 év alatti gyerekekkel végeztünk felmérést. Egy Szigetszent Miklósi általános iskola első osztálya egy februári hónapban meghívott minket, hogy a teljes osztályt legyünk kedvesek mozgásszervileg állapot felmérés alá vetni, mert úgy érzik, hogy mindenkinek mindene fáj, nem úgy mozognak, nem úgy járnak, nem úgy élnek, nem úgy. Elmentünk, felmértük őket, mi azt gondoltuk őszintén, hogy az óvodából kijöve az első osztály végéig azért olyan nagyon sok problémát talán nem fogunk találni. Februárig egy fél év telt el a tanévből, és azt tapasztaltuk, hogy a 31 fős osztályból 4 gyermeknek nem volt semmilyen gerincferdülése, csípő, nyak, hát problémája. Uff. És ez borzasztó szomorú. És ők ugye 7 évesek voltak. Uh-huh.
Igen, bennem egyébként egyből felmerült a kérdés, amikor azt mondtad, hogy 10 és 18 év közötti fiatalokkal foglalkoztok, hogy mi van a 10 év alattiakkal. Hogy ott akkor mondjuk tudsz-e valamit javasolni akár a szülőnek, akár az iskolában a pedagógusnak, vagy mondjuk a tesi tanárnak, bár nyilván neki ez a szakmája. Tehát, hogy ha eljut 10 évesen hozzátok, addig mondjuk mit érdemes csinálnia, hogy ne legyen addigra már valami kialakult probléma. Mindenképpen valamilyen szimmetrikus, játékos mozgásrendszert szoktunk ajánlani azoknak a gyerekeknek, akik már korábban problémákkal küzdenek. A gyermekjóga rendszere például nagyon jó. A gyermekjóga 3-tól 12 éves korig van. 3-tól? 3 éves kortól, oviskortól lehet menni gyermekjógára. Jelen pillanatban a mi stúdiónkban nincs gyermekjóga, de a városban több helyen lehet találni gyermekjógát. Nálunk is volt, meg lesz is előbb-utóbb, de a Covid sok mindent söpört, nálunk többek között ezt. De gyakorlatilag karonülő babáktól kezdve, a dúdoló rendszerétől kezdve, amikor még a kezüket fogjuk és totyorásznak, egészen 12 éves korukig babatorna és ovis gyermek jóga áll a rendelkezésükre, ahhoz, hogy az alapvető nem túl súlyos problémákat megoldják. A nem túl súlyos az azt jelenti, hogy mozgásrendszerileg rontotta el a gyermek a görbeüléssel, a ferdeüléssel, az iskolatáskával, a hanyagtartással a mozgásrendszerét, illetve hát sajnos vannak olyan gyerkőcök, akiknél ilyen 11-12 éves kor környékén kezd kialakulni szkoliózis nevű oldalirányú gerincferdülés, illetve a Sajerman betegség, ez 13-16 között szokott kialakulni. Ezek olyan csontos elváltozások, amikről a gyermek mozgásrendszerileg nem tehet. Genetikailag van bekódolva, egy-két csigolya a csigolya sorban más formát vesz föl, és emiatt görbe a gerince. Na, ilyenkor nagyon fontos, hogy célzottan legyenek ők mozgatva. Az állapotfelmérések pontosan erről szólnak igazából, hogy azt megállapítsuk, hogy a gyermeknek az esetlegesen meglévő alap problémája az vajon ilyen csontos eredetű-e, vagy egyszerű mozgással helyrehozható és korrigálható. Erről fognak szólni az itteni állapotfelmérések kint a rendezvényen, és 10 év alatt is lehet jönni nyugodtan, 6 éves kortól hozhatják a gyerkőcöket, nézzünk luttalpat, x-lábat, csípő problémákat, derék problémákat, gerincferdülést, nyaki zavarokat, fejfájást, hányingert, szédülést okozó gerincbajokat. Ilyeneket. Én közben így kihúztam magamat itt a én egyébként tudom, hogy most is rosszul ülök egyébként. Egyszerűen annyira nehéz tudatosítani, hogy üljön az ember megfelelően. Ne homoríts, meg ilyenek. Ott úgy lent. Nem ilyen oldalra sem. De egyébként, ha már pont, amit Dani így eszembe jutott, a tudatosítás, meg a tudatosság pontosabban. Tehát ahhoz, hogy mondjuk elinduljanak a gyerekek egy ilyen úton, ahhoz egyrészt ugye a szülőnek kell egy ilyen gondolkodás módszerének lennie, hogy mondjuk ne egy versenysport felé indítsa el feltétlenül a gyermeket, és arra akarok kiukadni, hogy gondolom, hogy itt a tini tornán is nálatok a gyerekek nem csak azt tanulják meg, hogy a hengert például, amiről majd egyszer fogunk külön beszélgetni is, hogy az mire jó, hanem az, hogy az élet az olyan, hogy folyamatosan a megelőzésre oda kell figyelni, az egészség megőrzésre. Tehát gondolom, hogy egy ilyen szellemiséget is azért tanítotok neki. Alapvetően igen. Ugye a stúdiónk és az egyesület is úgy rendezkedett be, hogy elsősorban mi szeretnénk tanítani felnőtteknek, gyerekeknek az egészséges életmódról. Ebben benne van a mozgásrendszer, a légzés, a táplálkozás, nagyon sok mindennel foglalkozunk. Az elsődleges, hogy megértsék az emberek azt, ami történik a testükben, akkor tudnak változtatni rajta, és ez a tudatos odafigyelés már hoz olyan eredményeket, amik nyomán akkor ráharapnak, úgy mondom, erre a témára, és akkor jó, akkor most már nem csak hengerelek, hanem akkor most már azt a nyújtást is megszokom, ami tudom, hogy fáj egy picit, de jót tesz, mert másnap már nem fájt tőle a hátam. És amit mondasz, Szandi, hogy ugye a szülőknek az odafigyelése szükséges többek között, de nem kevésszer fordult elő, hogy a tinik egymást hozzák. Mert valakit anya betett egy gerincferdüléssel hozzánk, a valaki ráérzett arra, hogy
jaj, hát ez nem egy tesi óra, itt nem üvöltik le a fejemet, itt megcsinálhatom úgy is, ha nem vagyok elég erős, itt azt mondják, hogy majd megerősödöm, gyere te is velem, és nézd meg, hogy ez itt milyen. És akkor egymást is hozzák a tinik, nagyon édesek. Nekem pont az jutott egyébként egy kicsit a másik oldalról eszembe az előbb, miközben beszéltél, hogy azért általában ebben a korosztályban én azt gondolom, nem, nincs ilyen felmérésem, de hogy azt tapasztalom, hogy sokan járnak mondjuk ilyen-olyan táncórákra, versenysportra, labdajáték, tehát hogy pont az, hogy lehet, hogy nem tapasztalod azt, hogy inkább oda húzzák el a gyerekeket, mondjuk egyik gyerek a másikat a tini tornáról, mert ott megnyertem a versenyt, és akkor az tök jó érzés volt, vagy második lett a csapatunk, vagy nem tudom, tehát hogy van benne egy ilyen is, hogy egy másik oldalra húzzák őket. Ez egy nagyon érdekes vonulat egyébként, mert azt kell mondjam, hogy nem. Sőt, olyan is van, amikor versenyző gyerkőcöket húznak be többi gyerekek, hogy gyere, mert látom rajtad, te mondjuk féloldalasan evezel, és látom, hogy legalább 3-4 centivel magasabban van az egyik vállad, mint a másik. Ez gerincferdülést fog okozni. Ami mondjuk egy 12 éves gyerek szájából egy másik gyerek felé elég furán hangozhat, de behozzák a versenyzőket is, és akkor a versenyzők maradnak attól versenyzők, mert az ő lelkük a versenyzésre van ráállva. Ezzel nincs semmi probléma. Később lehetnek belőle ugye a versenysport szokott okozni mozgásszervi zavarokat. Gyerekkorban, picikorban még nem olyan vészes, szeretnek versenyezni a gyerekek, attól még bejönnek a tini tornára, hozzáegyeztetik a versenyedzéseikhez, azért, mert tudják, hogy hopp, az én sportom az elvitte a testem szimmetriáját, azért fáj a nyakam, azért fáj a vállam, de itt én ezt rendbe teszem, és akkor nyugodtabban tudok versenyezni, sőt, a versenyzői hatékonyságot is tudjuk növelni, mert nem vagyunk ellenségei véletlenül sem a versenysportoknak, csak szeretnénk azt a lehetőséget megteremteni, ahol a nem szeretek versenyezni, de szeretnék mozogni, gyerekek is megtalálják a helyüket. Tök jó. Oké, tehát akkor a lényeg az, hogy most szombaton Szigetszent Miklóson a Városi Sportnapon tini torna, illetve mozgásszervi állapotfelmérés és tanácsadás lesz a Maitra Egészség Stúdió jóvoltából. Még csak egy pillanatra annyit, hogy nagyjából mennyi időt vesz igénybe egy állapotfelmérés, hogy mire készüljenek majd a családok, hogyha oda mennek hozzátok a gyerekekkel? Gyerkőcönként ez körülbelül egy 20 percet fog igénybe venni, viszont, hogyha súlyosabb problémát találunk, ez nyilván akkor nem elegendő, akkor azt fogjuk mondani, hogy azt tanácsoljuk, hogy mondjuk egy MR, egy röntgen mellétételével találkozzunk újra. Ha egyszerű mozgásszervi problémáról van szó, gyerekeknél azért ez nem egy vészes felmérés, viszonylag rövid időbe itt bele fogunk férni. Berta Beatrixszal beszélgettünk mozgásterapeutával, a Szigetszent Miklósi Maitra Bel Egészséges Mozgás Sziget Sport Egyesület vezetőjével, elnökével, akivel találkozhatok most hétvégén a Kéktó Szabadidőparkban, Szigetszent Miklóson, a Városi Sportnapon.